Circus Americano Vargas. Szeretettel köszöntöm a Városi Televízió tisztelt nézőit, nem cirkusz műsort fogunk most Bíró Tibor operatőr kollégával rögzíteni, bár önök láthatnak egy impozáns cirkuszi sátrat, de most a kamera, ahogy önök is látják, már egy labdarúgó pályát fog pásztázni, és ez nem véletlen, hiszen hosszú idő után ismét egy friss sporteseménnyel tudunk önöknek jelentkezni itt a Városi Televízió műsorában. Tisztelt nézők, hiszen most már bizony-bizony javában folyik a felkészülés a labdarúgó bajnokság következő évadára, a 2020-2021-es bajnoki évadra. A fejegyarmati labdarúgó csapat ugye a megyei első osztályban szerepel, és a vendégcsapat, akit látunk ma, és az a találkozó, amit rögzítünk, ugye egy előkészületi, egy felkészülési mérkőzés. Sárga-fekete mezben a Sonkádi csapat, az a Sonkád, ahol ugye Homoki Bandi a csapat menedzsere, mindenese, szakvezetője, és hát ez a Sonkádi csapat nagyon nagy lelkesedéssel készül gyakorlatilag a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságra, ugyanis Sonkádon elvállalták a magasabb osztályt. Azért azt tegyük hozzá, hogy mindenféleképpen, hogy ugye a Sonkád a megye 3-ban is az élcsapatok közé tartozott, és nagyon szép és rendezett feltételek vannak, tehát ott tényleg egy igazi kis üdítő kis foci paradicsom, amit ott Homoki Bandiék létrehoztak Sonkádon, és most ehhez próbálnak egy olyan csapatot. Természetesen az első bajnok évadban mi más lehet a cél, mint hogy megragadni, bent maradni, azaz legalább három csapatot ugye megelőzni majd ott a megye 2 mezőnyében. Piros mezben a fehérgyarmati csapat, tehát az a fehérgyarmati csapat, amely már több előkészületi mérkőzést szintén lejátszott. Volt szerencsém nekem is látni ezekből a felkészülési mérkőzésekből. És amit megállapíthattunk, ugye hát azért voltak változások a mi csapatunknál is, és egy nagyon-nagyon érzékeny változás, hogy ugye a védelemből az az Antal Roli, aki hát én azt gondolom, hogy azért a megyei első osztály egyik meghatározóan legjobb középső védője, az bizony hát elment, itt hagyott bennünket, ő a Csenger játékosa lett. Hát az ő hiányában ott belül középen pótolni kell, és hát ugye Szatke Márk pedig külföldi munkavállalás miatt nem állhat a csapat rendelkezésre. Tehát tulajdonképpen ott a védelmünk belső középső tengelye az kiesett. Így Harbula Balázs szakvezetőnknek egy komoly feladata gyakorlatilag, hogy ezt megfelelően megoldani, hogy ebből ugye ne legyen gond majd ott a hátsó lakzatban. No, hát még az előkészíti mérkőzéseken elmondhatom, hogy azért ugye elég sok volt kaptunk, tehát az ott látszik, hogy kell még dolgozni, hogy lesz még munka. Ami biztató volt, hogy viszont a támadó játékunk zömmel igen-igen pozitív volt a felkészülési mérkőzéseken, tehát el lehet mondani, hogy eléggé gólgazdag a csapat játéka, tehát gólgazdag játékot nyújtott a csapat, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag hát sok gólt rúgtunk szinte minden felkészülési meccsen, plusz még ugye helyzeteket is alakítottunk ki. No hát, ugye ilyen előjelek után jött el ez a mai mérkőzés, és Bíró Tibor operatőr kollégával úgy döntöttünk, hogy ezt a találkozót rögzítjük önöknek. Önök is lemérhetik, tehát, hogy hol tart a formálódó fejegyarmati csapat. Éppen most Petrohai Mikit, a Bihót láthatjuk, ő teszi be középre a labdát, és ez eléggé mintaszerűen kivitelezett támadás volt, érkezett Kovács Robi, és ő találta hálóba 1-0, tehát ezzel a találkozó állása egyébként, de tényleg szépen vitte végig. Ugye Bihó, aki az utolsó utáni pillanatban került hozzánk, a Máté Szalka csapatából lett leigazolva, és hát vele a támadó szekciónk az azért az még erősebb lehet. Kereteket tudok mondani, ugye kezdőt nem kaptam, de hát úgyis majd megismerkedünk itt menet közben. Hát ugye Jakocska Csaba, aki viszont azt gondolom, hogy nem túlzok, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megy egyik legkiválóbb hálóőre, ő csak a bajnoki meccseken tud rendelkezésünkre állni, de azt hiszem, egy ilyen kapusnál, még ha ez így is alakult, akkor sem szabad elengednünk, mert ő nekünk pontokat jelenthet, azt gondolom, minden bajnoki évadban. És hát ő nem állt egyetlen egy előkészíti mérkőzésen sem, azért itt a sok kapott gól mellett, ez még említsük meg mindenféleképpen, tehát nem tudta rendelkezésünkre állni, de hát így fiatal emberek kapnak lehetőséget. Szabó Ádám egyébként, ifjúsági csapatunk tehetséges kis hálóőre, az, aki most is ott a kapu előtt, tehát ő, aki a mai meccsen is védeni fog, egy ifjúsági korú hálóőr. Egyébként a csapat további kerete, tehát
Lakatos Feri 6-ossal, Horváth Norbi 21-essel, Kovács Obi 18-as, Kovács Erik 12-es, Szabó Tamás 13-as, Varga Ákos 8-as, Petrohai Miklós 11-es, Balogh Péter 20-assal, Imre Zsolt 15-össel, Popovics Norbert 9-essel, Orosz Flórián 7-essel, Alapi Tamás 11-essel, Szász Máté 4-essel és Kócé Szabolcs 14-essel, Harbula Balázs a csapat szakvezetője. A Sonkádi csapat kerete, amint azt Homoki Endrétől, a csapat szakvezetőjétől megkaphattuk, 88-as Németh László, 4-es Jakab János, 5-ös Nagy Ákos, 77-es Kerekes Tamás, 11-ese Varga Ferenc, 16-osa Botos Ádám, 69-ese Szakács Tibor, 99-ese Balogh Patrik, 7-ese Siket László, 3-asa Somogyi Norbert, 13-as Pintje Krisztofer, 17-es Nagy Zsolt, 16-os Sankó József, 98-as Horváth Viktor, 14-es Virág Dávid, 12-es Tóth Krisztián, 20-asa Nagy Benedek, 9-es Káló Attila, 15-ös Barta Gábor, 5-ös Őri Krisztián. Igen, igen, bő kerete van, tehát Homoki Bandi barátunknak, azaz nem bíz semmit sem a véletlenre, hanem egy nagyon bő kerettel vág neki itt a magasabb osztálynak, a megyei másodosztálynak. Velük szeretnék megoldani ezt a kitűzött célt, ami tehát nem más, mint a biztos bennmaradás. A szurkolók inkább itt a lelátók hűsébe húzódnak. Ugye néhány bátrabb fiatal ember és ifjú hölgy ott szemben a tűző napon is helyet foglalt. Ősszel mondjuk októberben aranyat fog érni az a lelátó, ott főleg, ha lesz egy kis csendes őszi napsütés, de most azért itt behúzódtak inkább a szurkolók ide a hűvös felett helyen, és azok a lelátók úgy tele is. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen 60-70 nézőre satszolom azért azt a nézőszámot, aki kilátogattak itt Fehérgyarmaton erre a találkozóra. Lehet, hogy vannak olyanok is a szurkolók között, akik már a cirkusz műsorára is érkeztek, és azt is meg akarják tekinteni. 1-0 tehát a találkozó állása. Azt az egy szem találatot tehát Kovács Robi szerezte Bihó beadásából, ami azt gondolom, hogy tényleg egy szép támadás volt, és ezzel jutott előnyhöz gyakorlatilag a fehérgyarmati csapat. Hát egy különleges helyzet volt itt, de most itt nézzük, mert itt ez nem különleges, egy nagyon nagy helyzet, és megvan az egyenlítés a Sonkádi csapatnál. Ugye a védelmünk Betliét használta ki a Sonkád játékosa. Nagyon szemfüles volt Szakács Tibor, Szakács Tibi, akit szinte csak Crouchként ismerünk itt Fehérgyarmaton, tehát Tibi vérmesen lecsapott erre a hibára, és kihasználta a lehetőséget, és kiegyenlít a Sonkádi csapat Szakács góljával. Tehát Szakács, aki ugye a Sonkádot szolgálja most jelenleg, ő egyébként itt Fejegyarmat utánpótlásában is játszott volt, aztán Baktalóránt háza utánpótlásában, no hát már 2 gólt tudott Biró Tibor operatőr kollégám rögzíteni. Szóval gondolatmenetemben ott tartottam, hogy ugye hát a vírus helyzet bizonyos sportban is egy egészen extrém és különleges helyzetet idézett elő, olyat, ami még gyakorlatilag teljesen ismeretlen volt, ugye, hát itt a labdarúgásban is, és ugye befejeztette a bajnokságokat minden szinten, minden osztályban. Gyakorlatilag hónapok maradtak ki, azért ha néhány játékosnál ennyi pocakot látnak még mindig, azért ez nem véletlen műve, ez egy picit azért a vírus helyzet műve. Most mi is kaptunk ajándékba egy labdát, és Bihó a gólpassz után most gólt szerez, úgyhogy Petrohai góljával 2-1 a fehérgyarmati csapat javára, tehát hamar sikerül a fehérgyarmatnak válaszolnia. Petrohai Miklós tehát az, aki betalál. Gyorsan magamnak azért már feljegyzem a góllövőket is, és akkor netán túl sok gól lenne, akkor azért nem fogjuk elfelejteni. Ilyen szempontból ez praktikus lehet mindenféleképpen. Úgyhogy sok-sok ismétlést láthattak önök most az elmúlt hónapok, mert a Városi Televízió műsorában is. Mondjuk olyan szempontból pedig ez egy érdekes és értékes volt, hogy tényleg itt Biró Tibor kollégám egészen komoly kutató munkát végzett egyébként itt a régi felvételek között, és ugye a felhasználható minőségében még olyan felvételeket, amelyek leadhatóak voltak, ugye előbányázta a kincsestárból, és hát tényleg sok-sok érdekes, értékes régi felvétel volt látható. Ugye itt a Városi Televízió műsorában, ami azt gondolom, hogy egy kuriózum volt itt ezekben a, hát egy picit ugye szomorú időkben, ami a járványveszélyhelyzet miatt itt ránk virradt, és azt gondolom, hogy ez is egy ugye érdekes helyzet, érdekes szituáció volt.
Egyébként ugye sportban is Tibi elővet réges-régi kézis focis felvételeket, és ugye hát azokat is önök évekkel ezelőtti meccseket vissza lehetett nézni. Azért az ilyen dolgok mindig nagyon érdekesek, én azt gondolom, egy picit szembesülni a múltunkkal, visszatekinteni az egykor volt játékosokra, ez valahol azt gondolom, hogy jó leső érzés is, és egy kicsit kuriózum. Természetesen ugye minden felvétel nincs meg, tehát Tibi is abból tudott válogatni, ami gyakorlatilag ugye rendelkezésre áll még, ami még megvan. Egy nagyon finom indítás volt Horváth Norbitól, akiknek fáj a lába, és úgy, de elvállalta most már a játékot. Úgyhogy ez is egy szép kis támadás lehetett volna. A fejegyarmati csapatnál el kell mondani, hogy Balogh Péter visszatért ide fejegyarmatra, a Bakta Lóránd házában futballozott, és akit most látnak labdát szerezni, Szabó Tamás, ő pedig szintén volt már a fejegyarmat játékosa, ő egyébként a Vámos oroszi csapatától tért ide vissza hozzánk, és Tamás most, aki egyébként korábban támadó volt, ő most gyakorlatilag hát belső, középső védőt játszik. Egy távoli lövés, siket, ő ugye nagy nehéz tüzér, és ő próbálkozott, fölé bombázott. Mérkőzés játékvezetőivel vagyok még adós, Pető Péter vezet egyébként a mérkőzést, és Varga Zoltán, az asszisztens, a segítő, Zoli barátunk, aki rutinosan ide a hűvösbe húzódott egyébként, úgyhogy itt tölti be az asszisztensi szerepkör. Néhány szurkoló meg is érzte, hogy szerették volna ott szemben a napon, a tűző napon látni, na de hát Zoli erre akár annak a híres neves áruházi reklámnak a szlogenjével is válaszolhatott volna, hogy hülye azért nem vagyok, szóval de hát inkább ide az árnyékos részben, legalábbis ahol van némi árnyék is, de bölcsen döntött. Most viszont volt egy kis zavar azért itt a Sonkádi reteszben is, amint láthattuk, hölgyek érkeznek folyamatosan egyébként, úgyhogy a hölgy szurkolók jönnek itt a mérkőzésen. Na nézzük időközben a fejhegyalmati csapatnak a szögletét, ugye 2-1-es mérkőzés állásnál. Kovács Erik kanyarítja be, és Varga Ákos. A labdája a tevéknél landol, illetve most bent a cirkuszi sátorban. De úgy veszem észre egyébként, hogy a tevék élvezik a meleget, meg a mérkőzést is, tehát lehet, hogy nem sokszor vannak ők focipálya mellett, hogy meccset tudnak nézni. Mindenesetre a labda elment, cirkuszi látványosság vált belőle, a tevék pedig édesdeden hemperegnek ott a fűben, biztos jól megértik egymást, lehet már készülnek az esti előadásra, arra koncentrálnak, úgyhogy nem úgy tűnik, hogy ugye nekik olyan szomorú életük lenne, bár ugye sokszor mondják a cirkuszi állatok élete ugye milyen szomorú. Harmula Balázs mondja a játékosnak, hogy Ákos, menjél érte akkor, menjél cirkuszba. Hát a labdánk ott maradt, de hát csak visszakerül majd idővel. Úgyhogy most ez egy feladat lesz, aki a cirkuszba berúgja a labdát, annak érte kell menni ezek szerint. Lehet, hogy ez egy komoly megbízatás lesz a játékosok számára. Ott a futókörben egyébként éppen ugye két kézisünk rója a köröket, mégpedig ugye hoppá, ez mint egy kis finom buktatás lett volna, lehet, nem önszántából esett el ott Bihó, mégpedig Szabó Zsófi az egyik, aki ott rója a köröket, és Szabó Gáborral együtt, aki a játékosa ugye a fejegyarmati kézilabda csapatnak. Önszorgalomból gondolom róják ott a köröket, ott a futópályán. Na hát, nem, Szabó Péter akkor ő is akkor ezek szerint, tehát akkor itt hirtelen ugye a név az, ami Lakatos Juditnak a fiáról van egyébként szó, ugye Judit is, az anyukája is kézilabdázott a fejegyarmati csapatban ennek a fiatal embernek. Az öccse Gábor, azt hiszem, igen, neki az öccse az Gábor, valóban, úgyhogy köszönöm itt Biró Tibor kollégámnak a kiegészítést. Szabó Pista, így van, na, most már nekem is beugrott, és így most már tényleg teljesen pontos a név. Tehát Szabó Pista, és ugye Zsófika róják ott a köröket. Na, de most Balogh Petit nézzük itt az újabb fejegyarmati támadásnál. Balogh Peti próbálja megforgatni ott az ellenfelét, azonban résen volt ott a Sonkádi játékos, Botos Ádám volt az, aki nem hagyta magát. Az a Botos Ádám egyébként itt a B középben is szokott szurkolni a csapatunknak, hogy a tesójával, a kapussal, Viktorral együtt ők bejárosgatnak és nézik a mérkőzéseket. Szívósan küzd egyébként, tehát nagyon fegyelmezett a Sonkádi csapat, az látszik, tehát igyekszik a Homoki Bandi által kérteket betartani. Tehát
Bandi és Anna Paraszik anyja az új ember, nem tudja megjegyezni. Horváth Norbi volt harcos, és nagyon jól látja meg Kovács Eriket. Erik behúz középre, onnan talán el is lehetne vállalni egy lövést. Nem volt les, jelezte ezt Varga Zoltán, viszont kimarad a lehetőség, Pihó most egy nagy helyzetet hibázott el. Petrohai Miki volt gólszerzési lehetőségben. Remek labda volt. Varga Zoltán jelezte, hogy megy tovább a játék, hogy nem volt les. Úgyhogy a helyzet azonban kimaradt, marad tehát a 2-1-es mérkőzés állás. Hát az időjárás az remek. Épp itt én nézem itt a jobb oldali védőnket, Popovics Norbin is szakad a víz, de nem is csodálom. Tulajdonképpen csak itt ülök, és így is nagyon melegen van. De hát még én nem nagyon bírom a meleget. Mondjuk ilyen szempontból néha irigylem itt Biró Tibor kollégámat, mert őt én még izzadni nem láttam, megmondom őszintén. Nem tudom, hogy csinálja. Lehet azért, mert sűrűen jár strandra, mint én, de az biztos, hogy én viszont, na hát én tudok főlni, úgyhogy én alig várom az őszt, megmondom őszintén. Ilyet én annak sem örültem, hogy ez a nyár olyan volt, amilyen volt, mert azért a túl sok meleg, hál' Istennek, mármint az én szemszögemből nem volt ezen a nyáron. Na de hát ez ki, hogy fogja föl, ugye van, aki viszont nagyon szereti a meleget, tehát olyan is van. Kócsi Szabi volt nagyon kemény, de megy tovább a játék, Pető Péter engedi a játékot. És Szabó Tamás füleli le ezt a Sonkádi indítást. A fejnyomti csapat egyébként legutóbb a Nagy Ecsed otthonában vendégszerepelt. Volt szerencsém azt a meccset is látni. 4-3-ra kaptunk ki azon a találkozón. Egész biztató játék volt ott a meccs bizonyos időszakaiban. Ott is inkább hogy a védelmi hibáink. Ott tulajdonképpen rugattunk egy 3 gólt a Nagy Ecsedi csapattal, szinte azt lehet mondani. De egyébként alapvetően nem játszott rosszul a csapat. Egy nagyon lüktető iramú volt Siti Feri új csapata ellen az a találkozó, az a mérkőzés. Úgyhogy, de egy remek meglátás indítás, és Botos! Botos nem mozdult el, és Popovics belebombázza a Sonkádi hálóőrbe. Remek labda volt, ha jól láttam, Kovács Robi tette egyébként ezt a labdát oda ki. Egy kiváló labda, Popovics volt komoly gólszerzési lehetőségben. Botos azonban jól zárta a szöget, és védi, ugye a kapus, a hálóőr, a Sonkádi hálóőr, aki szintén lelkes drukkere a megyei osztályú felnyomti labdarúgó csapatnak, ő is itt a B közepünkben, a Szatmár Fanatikban, minden meccsen itt van, buzdítja a csapatot, tehát egy lelkes drukkerünk bravúrjának, akár még mondhatni, hogy örülhetünk is. Már ha az bosszant is, hogy ilyen helyzeteket kihagyunk, mert ha így ellazázzuk ezt bajnokin is, azért ott nem lesz ennyi helyzet, és ott ebből gond lehet. És érkeznek, hogy gyerekek, legalább ott jön egy ilyen 8-as csoport, ők is biztos cirkuszba is jönnek, de előtte néznek egy kis meccset is. Kovács Erik, Kovács Robi, így van, a testvérpár összjátéka után születik meg a harmadik találat a mérkőzésen, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez is egy szép összjáték volt, én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen dicséretes Kovács Robinak. Ez a második találata egyébként, 3-1 ezzel a találkozó állása. Tehát 3-1 ezzel. No. Valami. Ja igen, még Kovács Robi nem ért még vissza, tehát neki kell vissza kocognia. Lehet, hogy gólömébe futott ott még egy kört. Vagy pedig cipőfűzőt kötött, nem tudom, valami ott történt. 3-1 tehát. Egyébként Homoki Bandi elmondta, hogy direkt ugye erős ellenfelekkel akart játszani, hogy acélosodjon a csapat, itt nincs les, mehet a játék, jól döntött Pető Péter. És például Tarpával játszottak, nagyon tetszett neki a tarpai csapat, elmondta, 10-0-ra kaptak ki azon a mérkőzésen. És nincs les, megy a játék, Szabó Ádám véd bravúrral, Botos lövését. No, ez egy gólszerzési lehetőség volt a Sonkádi csapat előtt. Ádám is bemutatott most egy bravúrt. Sok kihagyott gólhelyzet színesíti még a meccset, amelyet már 4 gólt rögzíthetett Biró Tibor kollégám. Egy eladott labda. Siket. Siket, aki ott a Erdőhát fociának egyik meghatározó alakja. Kint volt már a labda. Harbula Balázs egy picit elégedetlen. Itt valahogy ugye azzal
ha jól veszem ki a szabályból, hogy valahogy ugye nem mindenki teszi úgy oda magát, ahogy még egy edzőmeccsen is a szakvezető ezt elvárná. Hát igen, ugye edzőmeccsen kell, hogy rögzüljön mindaz, ami majd a bajnokságban ugye visszaköszönhet a csapatjátékában. Azért én azt gondolom, hogy egy edzőnél természetes dolog az, hogy edzőmérkőzésen maximumot akarja kihozni a csapatból. Kócé Szabi lendülettel, bihó, emeli fel, Balogh Péter, így les már, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem csinálták csúnyán ott Bihó és Balogh Peti, egy dupla BB, tehát amit láthattunk, és igazán látványos volt, de tényleg valóban addigra már Bihó, mire visszakapta Balogh Petitől a labdát, addigra lesen volt. Én azt gondolom, hogy ez jogos ítélet volt. Horváth Norbi csipi el. Bihó, ez most mondja is Harbor Balázs, hogy ez egyszerű megoldást kellett talán Bihónak választani. Nincs les. Védő mögül indult. Nincs les, így van, egyértelműen merem jelenteni, hogy a labdarúgások pillanatban képes Siket a védő mögül indult. Kóczi Szabival szemben Siket harcos volt. És Szakács elől Orosz Flóri csípi Cseni el a labdát. Kóczi Szabinál volt ott egy pici pillanatnyi kihagyás most. Na most az ilyeneket kell ugye száműzni a játékból, hogy ez ne lehessen jellemző ránk a bajnokságban. Szabó Tamás. Egy biztos, tehát embertelen a hőség, úgyhogy hát még mindig itt a fél hat magasságában, nem is tudom hirtelen, hogy mennyi lett a pontos idő, de még akkor is azt kell mondjam, hogy szinte hát egy olyan 30 fokos hőérzetem legalábbis van. De hát a pályán ez biztos, hogy még felerősödik, ugye szellő az egyenlő szinte a nullával, egy nagyon-nagyon halvány gyenge kis szellő lengedez, de biztos, hogy írtozatos nehéz lehet ilyenkor még futni és sprintelni. Ugye ebben a hőségben én ezt maximálisan át tudom élni, meg tudom érteni a játékosok részéről. És hát ugye itt egy cirkusz is, ami majd ilyen esti látványosság lett, lesz itt a Fehérgyarmat és környékbeliek számára, a cirkusz Americano Vargas. Még ha jól láttam a plakátot, akkor valami autós vagy motoros bemutató is van talán ebben a cirkuszban. Úgyhogy biztos, hogy látványos műsora lehet. Hát gyerekkoromban jó magam is jártam, ugye akkor még ott a potyok partján volt a legtöbbször a sátor felállítva, és ugye sokszor a cirkuszosok még ott édesanyám még házából nyerték az áramot, hogy ingyen mehettem a cirkuszba, meg a körhintára is felülhettem, amit mint gyerek természetesen igyekeztem is kihasználni. Horváth Norbi a labdával. Kovács Robi, Horváth Norbi, na Popovics, befutja be középre, így van, labda mögül érkezett, Petrohai Miki, és na ez az a helyzet, amire talán még Biró Tibor kollégával azt mondanánk, vagy mondhatnánk, hogy ezt még mi is berúgnánk, ugye, ahogy szokták néha mondani, lehet egyébként, nem biztos, azért maradjunk annyiban, Bihó csak mosolyog rajta, na hát mondjuk, inkább ilyenkor maradjon ki, mint egyébként bajnoki. Most egyébként egy ivószünet került elrendelésre. És ebben a pillanatban indult ismét útjára a labda, tisztelt nézők, itt a Fehérgyarmat Sonkád felkészülési mérkőzésen, ahol egyébként Kóczi Szabi volt most határozott, és Petrohai Miklós Bihó az, aki szerzi a találkozónak a negyedik gólját. Petrohai Mikinek egyébként ez most már a második gólja. Úgyhogy a támadósor az megint azt lehet mondani, hogy ugye jól dolgozik. 4-1, Kóczi Szabi harcossága is mindenféleképpen dicséretet érdemel ennél a gólnál. Érdekes élményeket osztottunk meg, gyerekkori cirkuszi élményeket. Operatőr kollégám mondta, hogy volt olyan kellemetlen anyagcsere élmény a tevékkel kapcsolatban, utána neki nem nagyon volt kedve cirkuszba járni. Egyébként ugyanezt az én drága feleségem is átélte, egy oroszlánnal szembesült egyszer, illetve annak az anyagcsere termékével egy cirkuszjeladás közepette, és utána ő sem igazán kívánt többé cirkuszba járni. Hát hál' Istennek én ilyennel ezeket megúsztam. Úgyhogy Kovács Robi volt lendületes. Na! Ez aztán most azt, ami létezik, mindenféle fajta járművet ott utolért ott a cirkusz területén. Kóczi Szabi volt, aki ezt a látványosságot, ugye. És Botos Viktor érte megy oda a cirkuszba a labdáért.
Na de, már meg is van, úgyhogy... És én még most ott egy kis pónilovat is felfedeztem, tehát van egy újabb állat, és egy kis pici farkincája ott ide a látószögembe beesik ott a kamion mellől. Úgyhogy van egy icurka-picurka lovacska, amitől mondjuk egy komondor vagy egy kuvasz nagyobb, az kétségtelen tény kutyában. Varga Ákos teszi vissza a labdát, Horváth Norbé picit most ebbe bele lazult és elveszítette a labdát. Szépen hozzák ki most a sonkádiak eddig, mert itt már viszont rossz a passz. Varga Ákos, Kovács Robi, Kócé Szabi, Balogh Peti, vissza Szabó Tamáshoz. Csapatunk egyébként vasárnap Vásáros Naményban fog edzőmeccset játszani, felkészülési meccset játszani. Hát mire önök a közvetítésünket látják, már ugye ez lehet, hogy múlt idő, tehát már lejátszották, de már sokan talán a televízió nézők közül is tudják, hogy mi lett annak a mérkőzésnek az eredménye. Azért az egy komolyabb, erősebb próbatétel lesz, az kétségtelen tény. Hoppá! Petrohai fejese fölé. Tehát, és gyakorlatilag azt már most elmondhatom önöknek, hogy augusztus 9-én, vasárnap pedig rajtól a kupaküzdelem, a Máté Szalka csapatát fogjuk majd fogadni az első kupafordulóban. Egyébként a Máté Szalkaiak nagyon szerették volna, hogy ugye eltegyük a mérkőzés vasárnapról. Tudomásom szerint egyelőre ez nem, egyszer azért nem tudtunk hozzájárulni, mert nekünk ugye kapusunk, Jakocska csak vasárnap tud rendelkezésre állni. Hát azért ugye itt a saját érdekeinket kell néznünk, úgyhogy egyelőre az én tudomásom szerint úgy van, hogy vasárnap maradt a mérkőzés időpontja. Tehát Máté Szalkával augusztus 9-én, ez pedig már ugye tétre megy, hiszen a kupa továbbjutásra, úgyhogy ilyen szempontból akár a felkészülés is remekül szolgálja, és ráadásul tétmérkőzés is. No, itt egy lehetőség a sonkádiak előtt, mert a sprint Őri Krisztián Horváth Viktort próbálta meg megjátszani. Érkezett sok játékos Szatmár csekéből egyébként, de Nyír Ibronyból is érkezett játékos, Homoki Bandékhoz Kölcséből, Kovács Robi fölé. No, ez is lehetőség volt. Nagyon alányult Robi a labdának. És lassan visszajön a labda ott a cirkusz területéről. Szász Máté. Nem a póni hozta vissza, hanem Szász Máté. Szerintem még ők még az előtti labdát keresik ott a cirkuszban, hogy ez most egy külön feladat lesz ezeket a labdákat ugye megkeríteni. A tevő az továbbis békésen csóvágatja a farkát, nem fél a labdától. Na nézzük! Nincs lesz, tovább engedi Pető játékvezető. Ó, egy sarokkal megjátszott labda. Hoppá! Cifrázták egy picit most a sonkádiak. Itt a végén onnan talán már el is lőhette volna a sonkádi játékos olyan 12 méterről. De nagyon önzetlen akart lenni a sonkádi labdarúgó. 4-1, tehát tisztelt nézők a találkozók állása. Bíró Tibor, operatőr kollégám 5 gólt tudott már rögzíteni, aztán volt még itt bőven zicser is. Volt néhány kifejezetten szép támadás, szép gól, azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a mai mérkőzés is az eddig látottakat erősíti meg bennünk, hogy a támadó játékunkkal talán úgy gondolom, kijelenthetem, hogy a nagyon nagy probléma nem lesz, tehát szerintem ott abban bizakodhatunk a támadó játékot illetve. Ki sem megy a labda, ez a sokkal játékos, hogy milyen, csak hogy a labda nem ment ki, de aztán utána most a tényleg kimegy és a fejegyarmati játékosról. Egyébként a kispályás labdarúgó bajnokság is elrajtol a mai napon, itt Fehérgyarmaton. Tukacs László érkezik, aki szeretettel üdvözöl mindenkit, beint a Szatmári Menotti, úgyhogy neki a kispályás csapata is játszani fog egyébként ma este már bajnoki meccset, csak hát előtt azért ránéz még itt, gondolom Laci is, ugye a Túr Istváni csapatának a szakvezetője, ránéz a pályán lévőkre itt a Fehérgyarmati sonkádi csapatra. Hoppá! Bihónak megkocogtatták a lábát. Igen, ez ide hallatszott a csattanás. Pető Péter meg is fújja szabadrugásnak. Ez egy több, mint biztató pozíció. Na akkor. Popovics Kovács, Balogh Péter a labda mögött, Kovács Robi. Popovics Norbi, nem is Popovics, elnézést, Bihó az. Bihó, Petrohai Miki, azért ő még ott marad. Egy 4 tagú sorfalat állított Botos kapus, Kovács. Hoppá, Botos kitenyereli a léc alól. Szép védés volt.
jól tekerte, jól nyeste ott Kovács a léc alá a labdát. Botos résem volt. Szöglet rúgás következett tehát. Azzal folytatódik a mérkőzés. És ha pontosan néztem meg a kezdést, akkor egy olyan negyed óra játékidő még hátra van az első félidőből, 4-1-es mérkőzés állás, tehát a fejegyem a csonkát felkészülési mérkőzésen, rekkenő hőségben, igazi latin-amerikai körülmények között, és ez nem csak ugye az Americano Vargas cirkusz miatt mondom, hiszen ennek is meglehetősen latin-amerikai hangzása van. A tevék felállnak, nézik a labdát, vagy lehet, hogy a gazdájukat, aki visszahozza a labdát. Játékosunk mutogatott lelkesen, hogy honnan is kéne visszaérkezni annak a labdának. És most etetik a tevéket. Most látom, hogy nem etetik. Nem, a kis póni kap először. És rohamozzák ott a gazdát a tevék, és a kaja elvonja most a figyelmüket itt a futballmérkőzés eseményeiről. Na most nem tudom egyébként, hogyha nekünk itt a közvetítő állás mellett belengetnének ugye egy-egy tányér mit tudom én, sült csülköt vagy babgulyást, akkor Tibivel mi is nem hagynánk-e hanyat homlok itt a közvetítő állást. Szóval lehetne olyan csábító momentum. 30 évvel ezelőtt még más mondtam volna. Hopp! Ott a gól. Petrohai Miki Bihó szúrt bele. Érdekes szitu volt gyakorlatilag. És ez szemfüles találat, azt kell, hogy mondjam. Mert tulajdonképpen ott ugye volt egy kis luftrugás, és Bihó ezzel a harmadik gólját szerzi. Mondjuk ezt ez most nem volt nehezen lekövethető operatőri szempontból, úgyhogy ezt Biló TV kollégának meg se kellett moccantania a kamerát, és úgyis tudta rögzíteni a gólt. Homoki van, de ezért most egy picit mérges ezért a gólért. Azért ugye ez mellekettes bajnokin is végzetes lehet, amikor azért minden kapott vagy rugott gólnak azért a sonkát szempontjából ugye nagyon-nagyon nagy jelentősége lehet majd. Petrohai. Balogh Peti. Kovács Robi. Popovics. Balogh Péter. Horvát. Ajjajjajjaj. Szabó Tamás. És Orosz Flóri. Orosz Flóri nagy egyszerűen egy gyönyörű gólt szerzett egyébként. Tényleg ritka szép gól volt Flóritól. Flóriak ritkán, ha első a lába, akkor iszonyú nagy gólokat tud szerezni egyébként. Ugye volt annó annak idején a Mándok ellen egy írtózatos nagy gólja. Kovács Robi. Egyébként hétvégén kispályás tornán volt a csapatunk. Varga Karcsival Tégláson voltak ott a fiúk, ahol a legjobb négy közé jutásért 7 méteresekkel estek ki egyébként a mezőnyből. És épp azon gondolkodom, hogy vajon egy teve mi tehet. Mert mintha ilyen kukorica cső lett volna, amit itt oda a hölgy. Ja, én most Bilog Tibi kollégám vagyok, focilabdát. Na mondjuk, nem vagyok egy hatalmas teve szakértő, de sejtem, hogy Tibi most engem át akart verni itt közvetítés közben, hogy a pupjában labdákkal van tele. Igen, lehet egyébként, hogy, de azért nem hinném, hogy például a sivatagban rengeteg foci meccset játszanak, bár fejlődik ugye, most van Szaúd-Arábiában meg össze-vissza is a foci, de hát azok ugye igazi ugye paradicsomi körülmények között játszanak azok az arab csapatok, ahol szerintem, én úgy gondolom, még egy pályamunkás bérét is nagyon szívesen elcserélném a saját béremre, és szerintem klasszisokkal magasabb jövedelem folyna be nekem, de hát ugye az más dolog, az olaj, az ugye az sok-sok-sok-sok pénzhez juttatja ezeket az országokat. Na de ne panaszkodjunk. Ameddig jut vacsorára szalonna kolbász, ebédre egy kis pacalpörkölt, addig azt gondolom, hogy nincs mire panaszkodnunk.
Egészség legyen. A többivel meg mindennel megküzdünk. Meg egy jó kis foci, ami sosem árt annak, akik szeretik a focit, és azért Fehérgyarmat és térségében nagyon sokan szeretik a focit, és figyelhetik itt a Fehérgyarmat Csonkád felkészülési mérkőzést, amelynek az első fél ideje most már a finiséhez közeledik. Na Balogh Peti! Püff! Na ennek volt svungja. Így van, az ilyet is gyakorolni kell, a kapura lövést. És azt gondolom, ezt jól tette Peti, hogy ráúszta. 5-1 az első fél, mert 6 gólt láthattak tehát önök már ezen a felkészülési mérkőzésen. Ahol, tehát a Megye 2-nek a friss részvevője a Csonkádi csapata, továbbra is Megye 1-es Fehérgyarmati csapattal, játszik azzal a Fehérgyarmattal, ahonnan ugye eltávozott ugye Barta Feri is, ő ugye a Vásáros Namény csapatához igazolt, ugye Antarroli Szatkemák nem tudom rendelkezésünkre állni. Külföldi munkavállalása miatt Popovics egy hatalmas sprintet levág, és megmenti a labdát. Bravo, Popovics! Aztán elveszítjük a labdát. Ügyesen oldozgatta meg itt a szituációt egyébként a Csonkádi játékos. Őri. Horváth Norbert. Kovács Erik. Petrohai. Horváth Norbi. Hoppá, ez. De életeszélyesen kanyarod, de Botos résen volt. És lehúzza a labdát. Botos hatalmas kirugása, pontos az emberhez, de a levétel után Kócé megszerzi a labdát. Szabó Tamás. Kócé Szabolcs. Kócé biztos, hogy egyre többet fog szerepet kapni most már a felnőttben egyébként. Kint volt a labda. Jelzi ezt Pető Péter, ugye mind a két fél időben lesz egy ivószünet is, itt a hőség miatt. Még mondom, még mindig rekkenő hőség, pedig most még el is bújt a nap. Van egy kis bárány felhő az égen, hogy mondjak, és valóban egy kis baris, ahogy így felnézek az égre. Ez a felhő, felhőcske. Van egy szomorú hír egyébként, tisztelt nézők, hiszen egy újabb értékes sportembert veszítette el Fehérgyarmat. Egy labdarúgót, aki éveken át balhátvédként, még a Katona Sanyi bácsi féle csapatban évekig Botpaládról bejöve, a Fehérgyarmati csapat balhátvéde volt Futó Sanyi, aki azt gondolom, hogy a kőkemény, ugye szikárbek volt, aki ugye mindig olyan szigorú arckifejezéssel tette a dolgát, szívét, lelkét kitette a pályára, Sanyi sajnos eltávozott tőlünk. Elhunyt az elmúlt hét folyamán, volt a temetése, nyugodjon békében. Emlékét én azt gondolom, akik a focit szeretjük, megőrizzük. Na de nézzük tovább a mérkőzést. Petrohai. Bihó, aki nagy értéke lett a Fehérgyarmatnak. Popovics, nagyon alányult, de még jó. Varga. Készülődött volna. Kócé Szabi, lentületes megint, ahogy ő szokta, nem hagyja magát. Kócé Szabi. Na Balogh Peti. Beközépre Nagy Zsolti fejeli ki. Őri. Őri. Horváth Norbi most egy picit figyelmetlen volt. Túl nyugodtan várta ezt a labdát. Őri, mehet, nincs les. Ez igazából most se lövésnek, se beadásnak nem volt tökéletes. És kapus kirúgással folytatódik a játék. Szabó Ádám kapott egy gólt, arról nem tehetett, volt egy nagy bravúrja egy védése, tulajdonképpen sokkal többször ugye nem nagyon kellett közbeavatkoznia. Elmondható tehát, hogy alapvetően ellátta a dolgát itt az első játék részben. Orosz Flória labdával. Első félidő finise lassan. Pető Péter játékvezető is az órájára néz. Varga Zoltán is az órájára nézett itt az egyes, illetve hát az egyetlen asszisztens. Tehát mindenféleképpen az egyes asszisztens. Egyes és első számú, így van. Varga Ákos ugye földre került, és kicsit széttárja a kezét, de nincs szabálytalanság, ezt mondja, ezt mutatja Pető Péter, megy tovább a játék. Azért vesz ki a meleg a fiúkból, úgy veszem észre. Tehát nagy esetben sokkal kellemesebb idő volt egy hete, és tényleg frissebb időben. Kicsit pörgőbb is volt a mérkőzés.
Kovács Erik? Bihó, Petrohai Miki. Na, Popovics. Popovics nagyon sokat fut fel, ő szeret egyébként is. És Kovács Erik. Így van, így kell, lendületesen meg kell szerezni az ilyen labdákat. Meg kell mutatni, azt gondolom, hogy itt a megyei első osztályban, ugye, hogy szerezzünk labdát, hogy menjünk utána, hiszen a bajnoki mérkőzéseken is ugye így kell hozzáállni a dolgokhoz, mert ez lehet csak célra vezető. Na, Szabó Tamás összejáték a Balogh Petivel. Szabó Tamás! Hoppá! Popovics most egy kicsit cifrázta. Popovics az, aki harcos volt. Megérdemelte már Popovics Norbi azt, hogy szerezzen egy gólt, és olyan brazilos megoldás volt ez. Vélez Katil elnökor mondta, hogy ha kihagyta volna, akkor nagyon mérges lett volna. Na de, Popovics nem hagyta ki. 6-1. Popovics Norbi tehát. Nem sok van már hátra az első félidőből. 6-1 tehát az első félidő utána. Fehér gyarmat. Sonkád mérkőzése? No, Kovács. Kovács Robi. Elhagyja a nagy igyekezetében Robi a labdát. Jön a sonkádi csapat. Egy indítás. Őri. És Szabó Tamás. Kóczi. Popovics, a hatodik fejnyomti gólszerzője, a brazilos találat szerzője. Kovács Erik. Kovács Róbert, a testvér. Nagyon megértik egymást. Ez most nem volt a legjobb labda. Próbálják higgadtan kihozni a sonkádiak. Nincs les, nincs, bizony bent volt ott Szabó Tomi. Igen, agilis Őri Krisztián. Egy távolülövés, Szabó Ádám véd. Horváth Viktor próbálkozott át egy távoli lövéssel. Érdekes, a sonkádiaknál vagy nagy hórihorgas játékosok, vagy ilyen kis alacsabb termetűek. Tehát ilyen középút nem nagyon van, hogy ilyen átlagos termetű játékosok. Mint mondjuk, amilyen magas én és Biró Tibor vagyunk. Mert én magunkat az átlagos termetőekhez sorolom. No, mondjuk én hasban azért elég erős vagyok. Aminek annyira nem örülök, hogy előre terebélyesedek. Botos felszedi a labdát, ott Petrohai próbálta meg áthámozni a komplett védelmen magát, ami azért nem jött össze. Egy kifulladt sonkádi játékos most cserét kér. Les volt. Pető Péter állítja meg a támadást. Balogh Péter indítása! Popovics? És majdnem visszapattan elé a labda. Kovács Erik. Varga Zoltán mutatja, hogy a fehérnyomti csapat fogja a bedobást elvégezni. És Szabó Tamás résen volt, egy megelőzés, ez szép volt Tamás. Petrohai labdája, Kovács Robinak. Kovács Robi. És résen volt Horváth. Popovics. Popovics amúgy rengeteget dolgozik, nagyon sokat van a játékban. Szabó Tamás. Balogh Péter. No, erre most igazából senki sem indult. Mondjuk tett egy ilyen beinduló mozdulatot ott Kovács Erik, lehet, hogy Petit ez tévesztette meg egy pillanatra, és neki próbálta meg bejátszani. Csak ugye utána Erik megtorpant, de aztán Balogh Péter visszaszerzi a labdát. Na most már tényleg Kovács Erik. Kovács. Átfűzi magát két védőn. Aztán vissza Balogh Péterhez. Kóczi Szabi. És bedobás a dolog vége. Nem tudta már a harmadik sonkádi játékoson áthámozni magát Kóczi Szabi, és Pető Péter pedig ebben a pillanatban véget vet
az első játékrésznek. Tisztelt nézők, önök felkészülési mérkőzést láthatnak most, amit Biró Tibor operatőr kollégával rögzítünk. 2020. július 29-én az első fél után Fehérgyalmat Sonkád 6-1 a találkozó állása. A két csapat innen folytatja. Tisztelt nézők, pillanatokon belül útjára indul a labda a második játék részben. A Fehérgyarmat Sonkád felkészülési mérkőzésen, előkészületi meccsen, azon a mérkőzésen, ahol még az asszisztenst várjuk, Varga Zoltánnak kell érkeznie. Pető Péter játékvezető és a csapatok már a pályán, de ugye Varga Zoltán kezdi nagy showman, tegyük hozzá, ugye ő is megérkezett most már, és folytatódik tehát a találkozó. 6-1 a mérkőzés állása egyébként az első félidő után. Érdekes első félidő volt, én azt gondolom, hogy láthattunk pozitív momentumokat a Fehérgyarmati csapat játékában. A gólok közül ugye Kovács Robi 2-t szerzett, Petrohelyi Miki Bihó az új igazolás 3 gólt lőtt, és Popovics Norbi szerzett egyet, és Szakács volt egyébként a sonkádi gól, Szakács Tibor a sonkádi gól szerzője, ugye 1-0-ra vezetett a Fehérgyarmat, onnan egyenlített a sonkádi csapat. Nézzük Kovácsot. Kovács meglövi, jó ide eltalálta. Kovács Erik. Jó, ez egy szép távoli bomba volt. Kovács Erik, tehát az, aki szerzi a 7. fehérgyarmati gólt. És ezt igyekszem én is itt magamnak most már feljegyezni, hogy pontos képben lehessünk az eredményt illetően. Tehát Kovács Erik az, aki a 7. gólt szerzi, védhetetlenül olyan 17 méterről bombázott a hálóba. Szóval mondom, azért itt Biró Tibor operatőr kollégám tudott néhány szép találat és kifejezetten szép gólt is rögzíteni, én azt gondolom. A Fehérgyarmati csapat egyébként ugye még játszik egy előkészítő meccset a Vásáros Naményban, úgyhogy az, ami még vár a csapatra, azt az eredményt ugye már lehet néhányan, akik most nézik a televízióban a mérkőzést, már tudják is, hiszen az vasárnap délelőtt kerül lejátszásra. Ezt a mérkőzést pedig ugye mi szerdán rögzítjük. 2020. július 29-én játsszák ezt a találkozót. És aztán augusztus 9-én pedig, tisztelt nézők, már lehet jönni Fehérgyarmaton tulajdonképpen éles meccsre, egy kupa derbira, a Máté Szalka látogat. Vannak még bizonyos apró bizonytalansági tényezők, mert a Máté Szalka nagyon szerette volna előrehozni a meccset, amiben meg hát ugye Fehérgyarmati részben nem szeretnénk belemenni, mert kapusunk ugye akkor sem. Egy megpattanó, ez ugye egy balszerencsés, Botos gyakorlatilag ugye jól indult, de Balogh Péter labdája, szabadrugása gyakorlatilag megpattant ott a hátvéd soron, és így talált utat a hálóba, ez a 8. fehérgyarmati gól egyébként, tehát Balogh Peti szabadrugás gólja, és ezzel tehát 8-1 a találkozó állás. Hát egy biztos már 9 gólt önök láttak, tehát én azt hiszem, hogy akik közvetítésünket választották itt a Városi Televízió műsorát megtekintve, azért úgy gondolom, hogy szeretik a focit, azok semmiféleképpen sem csalódtak, hiszen egyrészt láthatják a formálódó Fehérgyarmati labdarúgó csapatot, másrészt pedig láthattak 9 gólt, meg hát láthatják, és egy érdekes színfoltja lehet majd a megye 2-nek, én azt gondolom a sonkádi csapat, akik ugye felkérésre vállalták a megye 3-ból, ugye a Homoki Bandi barátunk ott rengeteget dolgozik, rengeteget tett azért, hogy Sonkádon nagyon-nagyon kulturált feltételek lehessenek, és tényleg le a kalappal, egy alacsonyabb osztályú csapatnál, amilyen feltételek vannak Sonkádon. Hát ez a csapat még formálódik, alakulnia kell, nem lehet más céljuk természetesen, mint hogy kiharcolni a bennmaradás majd a megyei másodosztályban. Itt Bihót figyelem közben, aki ott áthámozza magát két védőn, de Botos Viktoron már nem tudta áthámozni magát, és szögletrugás következhet. Itt volt egy ilyen kisebb sérülés, Balogh Patrik húzza egy kicsit a lábát, de most már nincs gond, úgy látom, tehát nem is Balogh Patrik, elnézést. Nagy Benedek a húzas, igen, tehát Nagy Benedek, ő igazán nagy fiú. Nagy Sándor barátunk egyik vezérszurkoló érkezett, meg ugye Fehérgyarmati vezérszurkoló, ugye Sanyit onnan tudhatjuk, hogy a nyelve ilyen 210-es sebességgel pörög, és gyakorlatilag egy átlagember egy mondat alatt 10 mondatot elmond, az más dolog, hogy minden második szavát értjük Sanyinak, de tényleg nagyon jellegzetes, úgyhogy na nézzük Horváth Norbit időközben.
Botos. És Szabó Tamás állítja meg ott a Sonkádi játékos, mielőtt indíthatnak. Női kézilabda csapatunk pedig edzott a műhüves pályán egyébként. Itt vannak a csajok, az FVS-e csajok. Készülnek most már, hogy a kéziseink is a szezonra, természetesen most már a fiúknál is. Juhász Alikáik is elkezdték a felkészülést. Gól született időközben ott a kispályán is. A kispályás bajnoki meccs is van itt. Tehát van élet, no! Mit mondjak, van élet itt a Fejgyarmati Sporttelepen. Mellette még itt a cirkusz, ugye, a Americano cirkusz Vargas, és itt van a pályán, szóval igazi zsongás, pesgés, pörgés. Mondjuk, aminek nem nagyon örülök, hogy tele van biciklisekkel mondjuk a műfes pályánk, hát azért az még nem használ a műfes játéktérnek sem, úgyhogy ott azért ez nem a legjobb. Na, Kovács Robi. Lazán emelte, ott Varga Ákos próbálta meg középen megjátszani. Na nézzük. Szabadrugás. A Sonkádi csapat végezhet el tehát szabadrugást. 8-1-es mérkőzés állás, tehát a felkészülési mérkőzésen. Önök tehát újból egy friss sporteseményt láthatnak most itt a Városi Televízió képernyőjén. Ezzel egy picit ugye bekívántuk mutatni a formálódó fehérgyarmati csapatot, a megújuló fehérgyarmati csapatot, ugye a Sonkádi csapatot azért. Ez is egy kuriózum, én azt gondolom, tehát minden szempontból tudunk egy kis különlegességgel szolgálni önöknek, meg talán azért most már sokaknak jól esik egy kis friss sporteseményt is látni, amit tudunk itt rögzíteni Biró Tibor kollégámmal. És ugye jövő héten, vasárnap pedig már akkor Tibivel kupameccset tudunk, ha minden jól megy, rögzíteni a Máté Szalka ellen, ha tényleg időben, rendben meg lesz a kupameccs. És itt tudunk lenni a kamerával, mikrofonnal, akkor azt a meccset is önök már itt a Városi Televízióban megtekintetik, aztán nem sokára pedig bajnokság, ahol Nyír Gyulajban kezd egyébként a fejegyemtő csapat. Nem egy könnyű kezdés tehát. Ez meg egy szabadrugás, Kóczi Szabolcs került a földre. Tehát Nyír Gyulajban. Aztán Vásáros Naményen játszik az első hazai bajnoki mérkőzést. Utána pedig megint Máté Szalkára utazunk majd bajnokira. Kis szóváltás most a Siket Tibi meg Kóczi Szabi között. Szabinak nagyon zokon esett ez a talajjal való ismerkedés. Kovács Robi kinéz itt a Harbula Balázsra a szakvezetőr, aki valamit jelez neki. Nem tudom, hogy mit. Kapura lője, ne lője? Na nézzük. Meg lesz-e a 9. fehérgyarmati gól a felkészülési mérkőzésen? Nem lesz meg. Fölé tekeri. Nagyon-nagyon alá nyúlt most Robi. A szándék esetleg azt gondolom, hogy dicsérendő és nem volt rossz, de a kivitelezés most nem volt a legpontosabb és a legtökéletesebb. Kovács Erik fölé. Azt gondolom, hogy itt megint csak jó volt a szándék Eriktől most. Botos kapus készülődik a kirúgáshoz Sonkádi részről. Nem a legsikeresebb kirúgás volt most, ahogy ez sikerült. No. Petrohai Miki Bihó. Nem is ő volt, Kovács Robi, elnézést. Kovács Robi volt az. Kóczi Szabi megint a földön. Talpon már. Varga Ákos, bátrabban Ákos egy picit. No, jön a Sonkádi csapat támadással. Siketet keresték, de pontatlan labda, Balogh Péter gombolja le. Na, Varga Ákos, na Ákos. Ákos a biztost, Horváth Norbit választja. Kóczi Szabi hagyja Kovács Robinak, és Kovács Robinak egyből perdít, pörget Kóczi Szabi elé, aki megindul nagy rendületet, 16-oson belül van már, aztán
visszapattan a labda rá, sőt, még a kezét is érinti. Ott reklamáltak a Sonkádi játékosok, és elfogadta a reklamációt Pető Péter, és megpújja a szabadrugást. Kóczi Szabi le is jön, és Szász Máté pályán a fehérgyarmati csapatban. Szász Máté tehát, aki tarpai fiatalember, egy nagyon szimpatikus, tehetséges kisrác. Többször kapott már lehetőséget a tavalyi szezonban is. Idén pedig ő is minden bizonnyal még többször fog majd lehetőséget kapni. És hát ugye ne feledjük, hogy ugye itt gyakorlatilag azért majd lesznek sérülések, lesznek eltiltások, amikor ezek a fiatalok bizony nagyon komoly szerephez juthatnak. Egy szép becsúszó szerelés a Sonkádi játékos részéről. Németh László volt az, aki Kovács Robit megállította. No, nézzük a fehérgyarmati csapat sarokrugását. Kóczi Szabi egy picit fájdalva, bicegve jön a játéktérről. Most ott kétszer is ugye pórújárt elszenvedője volt egy kemény belépőnek. Na, nézzük. Kovács Robi. Hát, ezt nem tudta senki sem elérni, ezt a szögletet. Szabó Tamás előre. Szabó Tamás elég sok gólt fejelt most itt a felkészülési meccseken, ugye előre húzódik a védelemből, és jól fejelgetett. No, és akkor a fehérgyarmati csapatban egy újabb fiatal ember, Alapi Tamás, aki Petrohai Mikit Bihót váltja. Petrohai Miklós, aki 3 gólt szerzett ezen a felkészülési mérkőzésen. Alapi Tamás. Egy újabb szimpatikus fiatalember. Hoppá! Szabó Tomi ezt most nagyon-nagyon lazán akarta megoldani. No, Alapi! Orosz Flóri. Balogh Peti. Szépen hozzuk ki Popovics. Kovács Erik. Egy laza mozdulat, Popovics. És pályán most már Lakatos Feri Cunci is. Ügyes összjáték. Lakatos. Hoppá. Popovics. Kovács Erik kapja a labdát. Szakács. A Sonkádi gól szerzője. A Crouch. És Szakácsot nem tudja Orosz Lóri megállítani. Szakács beteszi középre. Varga Zoltán jelzi, hogy megy tovább. És kikeveredik itt a támadó, pedig több volt ebben talán. Siket. Siket elviszi. 3 fejnyomti játékos mellett. Szakács elengedi. Most rövid időn belül 2 lehetőség is adódott. Vagy adódhatott volna, pontosabb talán így fogalmaznom a Sonkádi csapat előtt. No, beközépre Orosz Flóri volt most résen. Szabó Tamás. Cunci. Lakatos Feri. Jaj. Sikerül. Orosz. Szász Máté tovább teszi. És Szász Máté megiramodik, megindul. Egy hatalmas sprintet vág ki Máté. Németh. Németh is gyors játékos. És Németh megállítja. Németh erőssége lehet a Sonkádnak. Labdaszerzés. Alapi. Lakatos teszi tovább. Balogh Péter. Kovács Robi. Kovács Erik vissza, és Kovács Robi egy finom mozdulattal bejti a labdát a hálóba. Kovács Robi 3. gólja, ő is 3 gólos most már, tehát Petrohi Mikihez hasonlóan 9-1 ezzel a találkozó állása. Kovács Robi szerzett, tehát 3 gólt, Petrohi Miki is 3 gólt szerzett, 1-1 gólos Popovics Norbi, Kovács Erik és Balogh Péter. A Sonkád gólját pedig, ugye, Szakács Tibor szerezte. 9-1 a Fehérgyarmat Sonkád mérkőzésen. És Pető Péter jelt ad a Sonkádiaknak az újabb középkezdés elvégzéséhez. Támadó játékban ma is én azt gondolom, hogy talán önök tisztelt nézők is itt látva közvetítésünket alá támaszthatják, hogy azért tényleg csinálunk szép dolgokat. Látszik. Én azt gondolom, hogy ott lesznek, lesz örömünk bőven. A hátsó stabilizálódás meg hát, na, az egy újabb fontos feladat lesz majd.
És hát tényleg itt a lelátókon ott eléggé tömbbe. Én már talán megmenem leckírozni, hogy lehetünk közel 100-an is. Itt Fehérgyalmaton ez a felkészülési mérkőzés egy hétköznapi meccsen. Orosz Flóri. Kovács Robi. Így van, hát és azért vannak itt még tevék, lovak. És egy ilyen legyek. Hoppá! Alap próbálkozott egy lövéssel. Balogh Péter, hatalmas terület előtte. Balogh Péter, és kifejeli, kicsúsztatja ott a labdát a sonkádi játékos. Ez kopcsira is jó lehetett volna akár, ugye? Kovács Robinak, Balogh Patrik volt az, aki ezt kicsúsztatta fejjel. És cunci labdát szerez Lakatos Feri. Ügyes összjáték Kovács Erik és Lakatos Feri között. Szász Máté, nagyon szépen veszi meg Máté a labdát a levegőből. Lakatos. Lepattanó. Varga Ákos. Kovács Erik. Egy nagy kapus bravúr, Botos. A kapu fára tornázza ezt a labdát. Egy gyönyörű védés. Lakatos Feri. Lakatos. Egy távol. A lövés maga már gyenge volt. Előtte szépen csinálta. Siket most... Siketre egy kicsit Lakatos Feri is mérges lesz. Siket azért oda tesz persze, hogyha a játékhelyzet úgy hozza. Szakács! Szabó Tamás. Majd egy kicsit el is lökte Szabót. De Szabó Tamás elhozza a labdát. Balogh Péter. Két új emberünk játszik össze. Orosz Flóri! Nagyon jó indítás. Orosz! És mellé megy a labda. Balogh Péter valami fantasztikus labdát tálalt oda Orosz elé. Balos volt ráadásul, ez igen. No. És a tevék hátat fordítottak most a meccsnek, békésen legelésznek. Ott a fejgyalmati pálya melletti gyebből. De hát ugye messze esik most már nekik a látnivaló, lehet, hogy épp azért így van. Az első félidőben még érdekesebb volt, mert ugye jobban ment arra. A játék arra kapura, de nézzük Lakatos Feri, cunci. Végigvitte majdnem az egész pályán, aztán ott hagyja a sonkádi játékosnak nemes egyszerűséggel. Aztán visszaszerzi a labdát. Na mi az ítélet? Kirúgás. Cunci magánsója volt ez most. Talán egy picit elviselhetőbb most már a levegő, azt mondom. Tehát én azt gondolom, hogy most, mintha egy kicsit már hűlt volna, és nincs az a 30-ok feletti hőérzetem. És azt gondolom, hogy focizni is ugye sokkal élvezetesebb lehet ilyenkor. Na most mit akart ezzel cunci? No, alapi. És elégedetlen egy picit mindkét szakvezető, ugye Homoki Bandi és Albula Balázs is mondja magáit. Na, Lakatos Feri, meglövi! És véd, Botos. Hát az, hogy lövéssel próbálkozik, azt gondolom, az nem baj. Azért nem kell haragudni. Szakács, nem tudom ezzel mit akart, sarokkal tovább tenni, de igazából ugye hát nem nagyon volt mögötte sárgamezes játékos. És most Szakács Homoki Bandival vitatja meg a dolgokat. Nem látták egyformán a játékhelyzetet, maradjunk annyiban. Kovács Erik. Balogh Peti Kovács Robit próbálta megjátszani, ez pedig Popovicsé. 9-1 tehát, tisztelt nézők, 6-1 volt a félidő. Három fehérgyarmati gólt láthattunk, tehát a második játék részben. Orosz leteszi a labdát Balogh Petinek. Visszakapja tőle, Orosz Flóri. Orosz Flóri, valaki kérje tőle, így van. Kovács Robi. Orosz Flóri. Lakatos. Popovics visszaszerzi, jó van, no. Balogh Peti, Orosz,
Kovács Erik. Kovács Erik, Popovics. És bent van a gól. Popovics második gólja. No, itt aztán megvándorolt a labda tisztességgel. És egy tüsszentés közben. Popovics Norbert gólja. Második gólja ezzel 11 a mérkőzés állása. Szakács Tibor. Jön le. És a helyén Horváth Viktor lép pályára a sonkádi csapatban. Siket egyből kapura. Szabó Ádám. Ádámnak nem volt túl sok dolga most a második félidőben. Ezt a lövést kellett megoldania. Egyre több sonkádi játékos szeretne cserét kérni most már. Lakatos. Szász Máté, Varga Ákos, két tarpai legény, a mi két kis kurucunk harca. Siket. Alapi Gyötri. És Sonkádi bedobás következhet. El is végzik a bedobást a sonkádiak. Szász Máté. No, Balogh Peti. És bizony itt a sonkádi pepecselésnek fejegyemeti labdaszerzés a vége. Balogh Péter és Botos Kapus. Botos Kapus megoldja. Homoki Bandi elégedetlen most ezzel a megoldással. Valahogy Cuncinak nem jönnek össze most a dolgok. Nagy Benedek érkezik. Lakatos, Feri. Kovács Erik. Egy lövés fölé, Kovács Robi. És itt az a bizonyos ivószünet, ami lehet, hogy egy kicsit csökkent a hőség, de azért dukál a fiúknak. Tisztelt nézők, véget ért az ivószünet. Mi is szusszantunk egyet itt Biró Tibor operatőr kollégával, és ittunk a cukormentes lime kólánkból egy jó ízű kortyot, ami még éppen elfogadható hőmérsékletű volt, és 11-ről folytatódik a találkozó, a felkészülési mérkőzés a megyes osztályi fejegyamt és a megye 2-es sonkád között. Kovács Erik a tesójától, Kovács Róberttől kapta ezt a gólpaszt, és ő ugye él ezzel az adódó gólszerzési lehetősége. Második gólja Kovács Eriknek. 11-1 ezzel a találkozó állása. Tehát gyakorlatilag ugye itt a másik félidő felénél volt ez az újabb ivószünet, ami azt jelenti, hogy a félidő fele az, ami még körülbelül hátra van, ami még lehetőség itt a csapatok előtt gyakorolni a különböző elemeket, mozzanatokat, bővíteni a taktikai repertoárt. Fejegyarmaton ugye nagyon fontos cél az, hogy jó lenne ismét egy középcsapatot kialakítani abban a mezőnyben, hogy most sem lesz olyan egyszerű mezőny azért, azt tegyük hozzá. És hát ugye azért egy icipicit én azt gondolom, ugye, hogy talán a keretünk azért gyengült, de úgy gondolom azért jöttek minőségi játékosok. Nem vagyunk túl sokan, fiatal emberek, ifistákkal egészülve ki a keret. Abból kell főznünk, ami van, de én azt gondolom, hogy Harbula Balázsban is bízhatunk meg. Ebben a csapatban azért lehet bizakodásunk. Mondom, hangsúlyozom, hogy a hátsó alakzat stabilitását egy picit sikerül ugye még jobban összegyúrni, összedolgozni. Hiszem, hogy lehet örömünk ebben a csapatban, és lesz is
egész biztos vagyok benne, hogy lesz is örömünk ebben a csapatban. Én nagyon remélem, hogy az első 10-ben legalább ott leszünk, közte leszünk, benne leszünk, és nem kiesés ellen kell izgulnunk, tehát nem ilyen veszélyekkel kell majd megküzdenünk. Azért az látszik, és aki figyelemmel követi ugye a megyei foci híreit, hogy azért minden csapat nagyon komoly és óriás erőfeszítéseket tesz azért, hogy próbáljon ugye erősíteni. Kóczi Szabolcs időközben beállt valaki helyett. No, itt nincs les most. Balog Péter meghúzza ott a jobb szélen. És szöglet lesz a dolog vége. Nem sikerült betenni Petinek. Szöglet rúgás tehát. Kóczi Szabi Pék tehát visszaáll, és most ilyen, ugye nem védelemben, hanem ilyen balfutót fog, gyakorlatilag baloldali futót fog majd játszani Kóczi Szabi. Sankádon pedig tehát természetesen Homoki Bandi barátomiknak nem lehet más cél, mint ugye felkért csapatként a megye 3-ból beesve, úgymond a megye 2-be. Gyakorlatilag egy rövid felkészülés, egy olyan csapatot kialakítani, miközben láthattunk egy Kóczi Szabi fejest éppen, ami mellé szállt, ami kiharcolhatja a bennmaradást a megyei másodosztályban. Ez lesz a legfontosabb cél Sonkádon. És Bandi mondta, hogy direkt erős ellenfelekkel, megye egyes ellenfelekkel akartok, hadd szokják a fiúk a gyűrődést. Ugye egy tarpával játszottak már, tarpától ugye 10-0-ra kaptak egyébként ki. De úgy gondolja Homoki Bandi, hogy ezekből a meccsekből lehet igazából tanulni, és hiszem, hogy igaza is van. És mindenféleképpen szerettek volna a Fehérgyarmattal is játszani egy meccset, ami tehát így összejött, realizálódott. És néha azért csinálnak szép dolgokat a sonkádiak. Hát egy biztos, tehát azért ez hirtelen mondjuk ugye egy nagy minőségi lépés nekik, és bele kell ebbe jönniük. Les volt, úgy látta meg. Balog Péter, ez egy picit itt most Pető Péter elnézés, hogy Balog Péter ugye lesen volt. Most egy kicsit itt a szurkolói vélemények ezen talán először úgy megosztanak ennek a jogosságán, ennek az ítéletnek. De ott volt, vonalban volt Pető Peti, maradjunk annyiban. Szász Máté. Szász Máté! Most nagy igyekezetében elhagyta a labdát Máté. És Szabó Tamás. Szabó Tamás egy felhő fejessel fejeli ki. Sonkádi bedobást figyelhetünk. Kovács Robi. Na, indulnak, Robi. És Botos Viktor. Botos Viktor, mi pedig izgatottan figyelünk Biró Tibor kollégával, megúsztuk. Jó, tőlünk egy olyan 4-5 méterrel arrébb esett le a labda. De én már szinte láttam itt lelki személyem előtt, ahogy Tibi fejjel majd megcsúsztatja, hogy ide behullik a közvetítőállásba, én pedig egy Gerazoli spárgával háttal fejen állva visszarúgtam volna a játéktérre, és hatalmas taps következett volna, meg leszakadt volna a lelátó. No, de szóval én ezt láttam lelki személyem előtt, de mondjuk hál' Istennek ezt nem kellett kivitelezni, mert az, hogy még Tibi megcsúsztatta volna, az kivitelezhető is lett volna, csak az én spárgás visszaollózásom az nem nagyon vagyok benne, 100%-ig biztos, hogy sikerült volna. Mindenesetre most Szász Máténak sikerülhet a passz, így van, oda is rúgja a labdát Lakatos Ferihez, Cuncihoz, ő átkanyarítja a túloldalra. Kovács Erik. Kovács Erik még mindig. Balog Peti nagyon erősen szúrt ebbe bele, ezt nem futhatta be, nem érhette utol Orosztól, de Kovács Erik elcsipi a labdát. Popovics. Na hát nem nagyon van társa, aki ez adhatja a sonkádi játékos. Igaza volt, hogy széttárt egy pillanatra a kezét. No, nézzünk egy vendégkontrát. Szász Máté gyötri az ellenfelét, Somogyit. Szabad rúgás a sonkádi csapat javára. Nagy sajnő, azért rukkelünk valami felzaklatta, itt magát nyugtatják a többiek. Miért?
Mérgében valakinek az élete végét kívánja most itt, nem tudom, hogy kiét. Na nézzük akkor itt ezt a szabadrugást. Sonkádi szabadrugás tehát. És Popovics csúsztatja ki a labdát, ami a tevénél landol. A teve figyeli, de ő inkább ott azt a kis szalmát gyömöszöli jóízűen befelé, és egy kis kontyos cirkuszos lány érte jön a labdáért, és visszaadja ott a fiúknak, és jöhet a szögletrugás. Eme csodálatos kis életkép és jelenet után. Így működhet együtt a cirkusz és a futball. Mégis valahol, hogy a foci is egy cirkusz, egy látványosság. Ehhez is kell ügyesség. Hát igen. Na nézzük időközben! Kovács Erik elcsipi ezt a labdát. A Sonkádi játékos Botos. Botos Ádám tisztáz. Viszont nem sokáig szabadul fel a Sonkád, mert Orosz Flórinál már a labda. Flóri átfordít. Kócé. Kócé nagy lendülettel. És Kócé Szabi nagyon szépen csinálta. Ezt nagyon szépen csinálta Kócé Szabi. Ami szép, az szép. 12-1 ezzel a találkozó állás. A 6 gólt most már a második fél időben is szerzett a fehérgyarmati csapat. És akkor Kócé Szabinak is elkönyvelünk itt egy gólt. Tisztelt nézők, a találkozón 3-3 találatot szerzett Kovács Robi és Petrohelyi Miki. Illetve Kovács Erik is 3 gólos, most már nézem, így van, és azt mondja, hogy Popovics Norbi 2 gólos, Balogh Peti és Kócé Szabi az, aki betalált még. No, valami. Magyarázzák a többiek is, hogy valamit nem volt jól elosztva. Szabó Tamás fejelél a labdát. Kovács Erik. Erik nagy kedvel játszik. És most a tesót, Robit próbálja meg indítani. Les volt, Tető Péter vonalban vele. Kicsit most Robi vitatkozik ennek a Lesnek a jogosságán. Mutatja Pető Peti, hogy itt voltam öreg egy vonalban a dolgokkal. Tisztán láttam, fújtam. De időközben már a szabadrugást el is végezte a Sonkád. 12-1-es mérkőzés állás tehát. A fejegyemtő csapat 6-1-es fél idő után 12-1-re vezet a másik fél időben felkészülési mérkőzésen a Sonkád csapata ellen, a Megye 2-es Sonkád ellen. Popovics. Lakatos Ferenc, Cunci. Így. Kovács Robi el akart engedni. Lehet, hogy nem volt az ez az elgondolás. Kovács Erik. Nagyon tetszik nekem az Erik hozzáállása, a játéka ma. No, nézzük ezt a Sonkádi támadást. Eddig néztük meg, ki megy a labda. Bedobás következett tehát, fejnyomott a bedobás, egy kis bogár kiszedés a szemből. Popovics Norbi gyógyította meg ott Lakatos Ferit, vagy még jobban dolgozta be a szemébe a bogarat, ki tudja. Reméljük a szeme megmaradt Cuncinak, úgyhogy abban bízunk. Na, Kovács Robi most már úgy döntött, hogy cserét kér. Itt tehát még egy csere akkor a fehérgyarmatban. Tehát 12-1-es mérkőzés állásnál a felkészülési mérkőzésen. No, valakinek itt még a hajrára azért csak be kéne állnia. Kovács Erik üldözi ott a Sonkádi játékos, csak egy nagyon higgadtan oldja meg most ezt a helyzetet. És Lakatos Feri. Elkotorják előle a labdát. Alapi. Popovics.
Horváth Norbert Varga Ákos pályán, Alapi, Kóczi Szabi, na, Szabi egy bal futás. Kifelé rugás, úgy ítélte meg a játékvezető, hogy Varga Ákos Botos Viktorral szemben szabálytalankodott. Tisztelt nézők, járvány után először tudtunk egyben egy egész komplett sporteseményt rögzíteni Biró Tibor kollégámmal. És ez pedig a gyarmat, fejegyarmat csonkád felkészülési labdarúgó mérkőzés, ami hát reméljük, hogy egy igazi kis csemege volt a Városi Televízió nézői számára. Amit itt a tétmeccsek, a bajnoki, vagy itt a kupameccsek előtt ugye megtekinthettek, és megtekintették, hogy hol áll ugye az a fejegyarmati csapat, amely azért egy kicsit megújul, átfrissül, mert közben egy cunci személy továbbra is gyógyítani kell. Most Horváth Norbi bányázta a bogarat tovább, reméljük most már sikeres volt. Gólgazdag meccset láthattunk, hiszen 13 gólt már eddig is rögzített a kameránk. Ebből 12-t szerzett a fejegyarmati csapat, egy gólt szerzett ugye a Sonkád. 1-0 után egyébként meg a Sonkád ki tudott egyenlíteni. Kóczi Szabolcs az, aki szabálytalan volt. Összeütközött ott a két térd. Sonkádi szabadrugás következik tehát. 5 perc van hátra egyébként a találkozóból. Erik és Szabi cserél oldalt. Kovács Erik és Kóczi Szabi. És azt hiszem, hogy együtt konstatálhatjuk azt a tényt, hogy tehát a fejegyarmati csapat támadójátéka az biztató. Most éppen mondjuk kihagytunk egy nagy helyzetet, Kovács Erik, aki 3 gólt is szerzett a mérkőzésen. Botos Viktor védett bravúrral. Így a 13. fejegyarmati gól nem születik meg. Jöhet még egy Sonkádi kontra. Lesz még felkészülési meccs és a fejegyarmati csapatnak. Vásáros Naminyba utazik a fehér gyarmat, az egy nagyon jó kis erőpróba lesz még. Azt gondolom, Lakatos Feri nagyon lazán akart hozzányúlni a labdához, ami így elgurult most a lába előtt. És aztán augusztus 9-én jöhet a kupa, a kupázás, a Máté Szalka csapata ellen. Ha sikerül tovább jutni hazai pályán, akkor ugye még egy kupameccs, egy kupakör vár a csapatra, és utána jön a bajnoki rajt, Nyírgyulajba fogunk utazni, nagyon nehéz kezdés. Nyírgyulaj, után jön a Vásáros, ami bajnoki meccsre majd utazunk Máté Szalkára. Hát ez a kezdés. Tisztelt nézők! Ha nem szól semmi közben, ugye, ugye ma már biztosra kijelenteni semmit sem lehet, sajnos. Ilyen világot élünk, de hát ha ez a fránya járvány nem fog közbeszólni. Ugye vannak országok, ahol gyakorlatilag mai napig még zárt kapuk mellett játszanak. Azért nálunk már voltak nézők. A élvonalbeli meccseken is nincs les. Gólszerzési lehetőség a Sonkád előtt, és Szabó Ádám védi Nagy Benedek lövését. Ádám második bravúrja egyébként a mérkőzésen. Úgyhogy Ádám egy szép vetődéssel hárított. Szabadrugás következhet. Sonkádi szabadrugás. Én nagyon remélem, tisztelt nézők, hogy önök örültek ennek a közvetítésnek, örültek ennek a lehetőségnek, hogy megtekinthetik itt a Városi Televízióban ezt a felkészülési mérkőzést. A tevét a cirkuszos kislány, aki a labdát vissza elviszi itatni egy picit. Hadd igyanak, lehet, hogy már ők is hangolódnak az esti előadásra. A cirkusznak folytatódnia kell este előadással. Mi most egy jó kis foci meccsen láttunk igazi cirkuszi sót, gólgazdag, gólözömben, ugye megáldott mérkőzés, Kovács Erik. No, Lakatos Ferenc, cunci. Megy, Erik is megy. Áh! Ez a megoldás nem volt a legjobb most, cunci. És akkor még nagyon finoman fogalmaztam.
Szóval az biztos, hogy ami a létező legfontosabb itt az elkövetkezendő ősz, ugye a közelgő őszre tekintve, hogy a COVID-19 az kimélje meg bennünket, a járvány az lehet, hogy remélem itt a köhögni. Remélem, hogy itt a különböző pollenizáló anyagoktól köhögök esetleg. Most valami nagyon kuckolja a torkomat. Vagy lenyeltem én is valami bogarat. No, nézzünk egy sonkádi szabadrugást. Még Sipos László játékvezető is futja ott a köröket, most épp ott a futópályán. Ő is készül már a megye egyes szezonra. Na, nézzük ezt a sonkádi szabadrúgást. 12-1-es mérkőzés állásnál tehát. Szabó Ádám egy négytagú sorfalat állít. Egy lepattanó. Szögletrugás tehát, sonkádi szöglet jöhet. Horváth Viktor végezte egyébként el a szabadrúgást. Nézzük még ezt a sonkádi szögletet. Talán még egy fejegyemeti támadás is belefér a dolgokban. Na, Varga Ákos sprintje. Jön segítség. Kovács Erik. Vissza akarta perdíteni Ákos elé, de nem jött össze. Alapi támadja ott a sonkádi játékost. Orosz Flóri. És ez a vége, tisztelt nézők, 12-1 arányban győzött tehát 6-1-es fél idő után a fejegyemeti csapat a Sonkád ellen felkészülési mérkőzésen. A Sonkád gólját ugye Szakács szerezte, Szakács Tibor, a fejegyemeti gólokat, elnézést itt közben itt a végén a kölgésért pedig, Kovács Robi 3-at, Petrohai Miki 3-at, Kovács Erik is 3 gólt szerzett, Popovics Norbi 2-t, ugye aztán Balogh Péter és Kóczi Szabolcs volt még azok azon játékosok, akik betaláltak a hálóba. Tisztelt nézők, két csapat, egyikük a megye egyre, másik csapat a megye első osztályú bajnokságra készül. Hamarosan itt lesz most már az a start, és örüljünk, hogy végre sporteseményt tudtunk rögzíteni, és önök tudtak látni itt egy jó kis gólgazdag felkészülési meccset. Remélem, hogy jól szórakoztak közvetítésünkön. Bíró Tibor operatőr kollégám nevében is nagyon nagy tisztelettel és szeretettel megköszönöm valamennyi kitüntető figyelmét. Kérem, hogy a Városi Televízió adásait, műsorait kísérjék a továbbiakban is figyelemmel. Kezdjük csókolom a hölgyeknek, viszontlátásra az uraknak.